Még csak szűk körben, de már tervezik az idei programjaikat a tolnai vándorló szépkorúak. Az elhúzódó járványhelyzet miatt ők már hónapok óta nem tudtak együtt lenni. Hiányzott a minden hónapban az egyszeri fürdés Tamásiba, utoljára csak Tamásiba mentünk, nem mentünk messzire. És hiányoztak az összejövetelik. Be volt az idei év tavaszra egy tavaszi fesztivál, ugyanitt a Festési utca 77 előtt, amikor volt tavaly a Lecsó fesztivál. Mindenki jól érezte magát, be volt ilyen tervezve. Sajnos elmaradt. Elmaradtak az összejövetelek, elmaradtak a kártyázások, minden, nem tudtunk. És ez nagyon meglátszik a csoporttársakon, mert elidegenedtünk egymástól. Pedig a vándorló szépkorúak Tolna afféle igazi színfoltjai. A jóhangulatú társaság a város valamennyi rendezvényén ott van, és a maguk által szervezett programok tekintetében sem szenvednek hiányt. Idén is így lesz ez. Elmegyünk Tamásiba. Hosszú ideje van, nem voltunk már 7 hónapja, és most akkor úgy néz ki, hogy tudunk menni, kedden megyünk. Szombaton lesz a hivatalos megnyitó, és akkor mi leszünk az első csoport, akiket fogadnak Tamásiba. És akkor utána van már tervünk, jövő hónap 25-ére, itt a Magházban tavaly elmaradt 2 kiállításuk, a Hitünk és Morzsái. Ezt nem tudtuk a pandémia véget megrendezni, és most akkor úgy néz ki, hogy meg tudjuk rendezni a Szent Iváni éj rendezvények keretén belül. Egész napos kirándulás is terben van. Az ország történelmének egyik legfontosabb szimbólumát, a feszti körképet is megnézik a tolnai szépkorúak. Van olyan terv is, hogy menjünk el Kiskunhalasra, nincsen messze, nem merünk el hosszú utakat bevállalni, mert hát, hogyha valami történik, és akkor nem tudunk menni rövid útra, vagy óra alatt eljutunk, elmegyünk Kiskunhalasra, megnézzük Kiskunhalas értékeit, megnézzük a Híres Csipke Múzeumot, és hazafelé bemegyünk hajósról a Pincefaluba. 2 éve voltunk Györkényben, Pincefaluban, nagyon-nagyon szép volt. A készülődés a szépkorúaknál szó szerint értendő. Van olyan tagjuk, aki verssel készül az első újbóli találkozásra. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek, és a bogarak azok is mindig újra zsonganak. A madárad is mindig ugyanaz. Újjá teremti őket a tavasz. Vártam már, hogy ez a csoportnak a munkája mikor indul be, mert nagyon hiányoztak a társak és az esemény, és főleg a fürdés. Hát a nejemmel teljesen kétségbe volt esve, hogy mikor megyünk már fürdni, mondom, maradjál nyugodtan, most még nem lehet. Bár a vírushelyzet még jó ideig alakítja a mindennapokat, a tolnai szépkorúak ettől függetlenül már mernek nagyot álmodni. Külföldi útunk is szokott lenni minden évben egyszer. Tavaly lemondtuk az írországi utat. Idén nem tervezünk külföldi utat, hanem majd belföldre, ahova sikerül menni, oda megyünk. Hát ezt sokan várjuk, ebben a csoportban meg pláne, és bízom abban, hogy itt kint az utcán is majd tudunk valamilyen rendezvényt tenni, mert nagyon jól sikerült tavaly a Lecsó Fesztivál, ugye jól mondom, János, meg halászléfőzés is volt, az is nagyon jól sikerült, és gondolom, hogy itt majd lehetőség lesz arra is, hogy itt is örömködjünk egy kicsit egymásnak. A tolnai szépkorúak tehát már tele tervekkel vágnak neki az idei, egyre inkább járványmentes évnek.